Tudatos Élet az Egészségért Alapítvány rendezvényén egész napján, aminek mögöttem látható a mottója és fókuszban az egészség. Én Bódi Gergő vagyok a mai napnak a moderátora. Két köszönet a mai nap legelején. Egyrészt a Pomázi Művelődési Háznak, hogy lehetőséget biztosított és rendelkezésünkre bocsátotta ez a rendezvényhez a házat. Illetve szeretnék azonnal köszönetet mondani nektek vagy önöknek, mert nem tudom, hogy mennyire ismerik vagy ismeritek az alapítvány működését. 4-5 éve egy korábbi alapítványból 4-5 éve vette föl ezt a nevet, a Tudatos Élet az Egészségért Alapítvány nevet. És igazából az alapítványnak az a célja, hogy ezt a szemléletet erősítse és terjessze, és felhívja arra a figyelmet, hogy foglalkozhatunk saját magunkkal, foglalkozhatunk az egészségünkkel, rengeteg lehetőségünk van erre, és lehet tudatosan és egészségesen élni az életet, illetve segítsen kapaszkodókat nyújtani, mert nyilván 2022 van, 1000 információ található meg a neten, ömlik ránk naponta az információ, ha minden igaz, az egy átlagember napi 6500 információval találkozik. Ebből elég nehéz kibányászni azt, hogy merre induljunk és mit csináljunk, és az alapítvány azzal foglalkozik, hogy olyan szakembereket adjon nektek önöknek, olyan szakembereket mutasson, és olyan szakemberek segítségét kérje, akik a releváns információkat tudják megadni ahhoz, hogy mindenki tudatosan élhesse az életét, és egészségesen élhessen. Van egy nagyon fontos mondat az alapítványnak, ez úgy hangzik, hogy nem a betegségekkel kell foglalkozni, hanem meg kell találni azokat a problémákat, hibákat, elakadásokat, amik a betegségeket okozhatják, mert a betegségek a legtöbb esetben csak tünetek, és ha az alap okot megszüntetjük, akkor maguk a betegségek is eltűnnek, mert azokat valami kiváltotta, és ha megtaláljuk a gyökerét a dolgoknak. És amiért nagyon szeretnénk köszönetet mondani nektek, mert az alapítványnak többek között az a célja, hogy egy ilyen jól gondolkodó közösséget hozzon létre, és mi azt érezzük, hogy azzal, hogy itt vagytok, azzal ti a közösség részei vagytok. Tehát nem véletlenül jöttetek el ma ide, tudatosan éltek, vagy tudatosan gondolkodtok, vagy foglalkoztok az egészségetekkel, tehát akaratlanul is, mert lehet, hogy sokan nem tudták, vagy nem tudtátok, de akkor azt a közösséget, vagy azt a gondolkodást erősítitek, amit az alapítvány a napi munkájával szeretne erősíteni, és aminek hírét szeretné vinni a világon. Úgyhogy köszönjük szépen nektek! Nem sokára elmondom, hogy milyen programokkal várunk benneteket, hogy milyen mérési lehetőségek vannak, hogy mi vár benneteket, vagy önöket az egészségtérben, hogy milyen előadások hangzanak majd el egészen délután 4 óráig, amíg együtt vagyunk, vagy együtt lehetünk, de akkor engedjétek meg, hogy Leidniger Istvánnak, polgármester úrnak átadjam néhány szóra a mikrofont. Ő akkor hivatalosan is megnyitja a mai napot. Egy nagy tapsot szeretnék kérni neki. Köszönöm szépen, tisztelt hölgyeim és uraim. Én pedig folytatom a köszönet sorát. Köszönöm a jó Istennek, hogy ilyen szép időt adott nekünk. 2 héttel ezelőtt Pomáz napját ünnepeltük, szintén nagyon jó időnk volt, és most sem a borongós őszbe megyünk be, hanem egy gyönyörű időbe tudunk egy nagyszerű programot eltölteni a művelődési házban. Egészségvédelem, egészségmegőrzés. Jó néhány évvel ezelőtt én a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen posztgraduális mérnökképzésen sok kockafejű mérnökkel egyetemben hallgattam egy kurzust, többek között egészségvédelem és egészségtan volt ennek a kurzusnak a neve, ahol egy csodálatos doktornő nekünk kockafejű mérnököknek elmagyarázta, hogy hogyan működik az emberi szervezet. És hát így már megértettük, hogy vannak ilyen hidroszivattyúk, meg mindenféle csövek, meg membránok, tehát így már kezdtük érteni, hogy működik az emberi szervezet. És hát azt kell mondani, hogy hát a Jóisten ezt nagyon jól megteremtette, és nagyon jól megkonstruálta, és ott volt az a rengeteg mérnök, akik rendszerbe gondolkodtak, és strukturált hálózatokat terveztek, és épületeket terveztek, és gépészeti berendezéseket terveztek, és akkor beszélgettünk róla, hogy meg tudnánk egy ilyen egyszerű szerkezetet, mint az ember tervezni, hogy az úgy működjön, ahogy a Jóisten megteremtette, és azt mondtuk, hogy nem, mert ez annyira bonyolult, és mégis olyan egyszerű, logikusan fölépített rendszerről van szó.
De mivel itt azért membránok vannak, meg hidroszivattyúk vannak, meg energiaellátás van, hát természetes, hogy azért itt vannak meghibásodási lehetőségek is, és ahol vannak ilyen meghibásodási lehetőségek, ott előfordulnak ezek a hibák. Hát ezeket a hibákat kell idejekorán észrevenni, módosítani. Kis anekdóta jut eszembe, amikor egy neves szívsebész orvosnak elromlott az autója, és elvitte a szerelőhöz, aki ez az autóját egyébként hordani szokta, és megjavította neki, valami komoly belső problémája volt az autónak, és akkor mondja neki az autószerelő, hogy hát de azért doktor úr, hát valljuk be, hogy azért mi kollégák vagyunk, mert hát maga is fölnyitja, alkatrészeket kicserél, megjavít, meg én is fölnyitottam, és megjavítottam, és lám működik. Azt mondta az orvos, hogy igen, igen, csak próbálja meg ezt a műveletet úgy elvégezni, hogy közben jár a motor. Hogy azért ez nem ugyanaz. No, kedves jelenlévők, kívánom önöknek, hogy érezzék jól magukat. Készüljünk erre a időszakra, ami előttünk van, ami még nem tudjuk, hogy mi, de hogy meg kell erősítenünk az immunrendszerünket, meg kell erősítenünk a testünket, a lelkünket, az egészen biztos. Használják ki ezt a nagyszerű lehetőséget. Köszönöm az alapítványnak, hogy Pomászt megtalálta, és hogy helyet biztosíthatunk ennek a nagyszerű rendezvénynek. És hát azt azért mondom, hogy itt végig fognak menni ezen a méréseken, vizsgálat soron. A végén nem fog kijönni egészséges ember, azt csak mondom, hogy mindenki tudjon róla, tehát azért készüljenek föl, és hát fogadják meg a jó tanácsot, és egészségesen távozzanak, hogyha elmennek. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és hivatalosan megnyitom a rendezvényt. Kényelmesen lehet, és akkor kérek szépen rögtön egy